Debrecenben vagyunk 10 percre a Loki stadionjától, és ennek még lesz jelentősége. Ebben a házban található Magyarország egyetlen olyan múzeuma, ami a debreceni foci csapattal foglalkozik. Olá Imrét látogatjuk meg, akiről tudni kell, hogy 69 éves és 50 éve a Loki összes meccsén ott volt, és most nem annyira boldog, hiszen néhány nappal ezelőtt a csapat kiesett az első osztályból. Már vár minket, látogassuk meg. És itt vagyunk Olá Imre birodalmánál, be is kopogunk. Igen. Szervusz Imre. Szervusztok. Na hát nézzük ezt a csodát. Mit jelent számodra ez a kis Loki Múzeum? Ez a Loki Múzeum mindent jelent. Úgyhogy ettől nagyobb öröm, élmény nem érheti az embert, mikor bejövök, átnézem őket, rendbe rakom őket. Hogy kezdődött ez a fantasztikus szenvedély? Mert ez szenvedély, valljuk be. Hát egész fiatal koromban elkezdtem gyűjteni, mikor kiálltam a Loki meccsekre, még régen a Vágógyíd utcára, és akkor elkezdtem gyűjteni a ott kapott jegyeket, erekélyeket. Ezek mind a belépő jegyek a mérkőzésekre. Látom, Debrecen Bordeaux. Igen. Ugye ott nyert a csapat 3-1-re, tehát az összes nem. Az összes nemzetközi meccsen, ahol voltam, ez mind annak a jegye. Visszamerőleg a 70-es évektől szerintem már van labda. Rengeteg zászló van itt. Rengeteg. Hát azok mind, akik eljátszott a DVSC, azoknak a zászlói, és akkor az összes sálam megvan, ahol a DVSC játszott. Ezek nemzetközi kupa meccsek. Nemzetközi meccseket, és az összes garamvölgyi emléktornáról megvannak a emlékérmek. Elmondhatom, hogy minden meccsen voltam. Manchesterben, Donetskben egy hétig utaztunk vonattal. Úgyhogy az csodálatos élmény volt. Liverpool, Firenze, rengeteg zászló van itt. És akkor itt vannak ezek a mezek, ezek ugye mind játékosok mezei. Ezek mind a játékosok mezei. Hát az elsőt, az Gyurcsák Balázs, mikor kiment a PSV-be, én ezt úgy hozottam ki. Meg is mutatjuk. Úgy hozottam a Gyurcsák mezt. Ezt Nagy Sanyitól kapta most a kisonokám. Itt van a Bajzát meze, Olá Laurié, Varga Józsié, Vukmiré, Ramoszé, hát sorba Leoé, és itt vannak több mint 100 mezen van. Ezek a régi mezek aláírva, bőrtől kezdve sokan. Hát ezek is mind eredeti Loki mezek, mondjuk ez például ez is a Vukmiré volt, a saját ő meze volt. És ebben melyik a legrégebbi? Sándor Csabának volt ez a meze, ebben ő játszott 1984-től 2001-ig. És 317 mérkőzés előtt ez volt az edzőmeze. Ah, a bemelegítésnél. Igen. Ezek a nemzetközi meccseken, amikben a játékosok a pálya szélén melegítettek. Ha jól látom, itt gomfocik vannak. Igen, hát az a DVSC-nek a legelső gomfocia, mező jégre. A legendás kapus mező. Legendás kapusok. Ez a 80-as évek. 80-as évekből van, úgyhogy utána kezdődött a 90-es évek. Ez a Sándor Tamásé, Bogdanovics, már akkor Gyurcsák is volt. Most a előző bajnokságról, az a jelenlegi bajnokságról van. De te gomfocisztál is gyerekként? Nem. Nem? Tehát ez csak arról szól, hogy... A Lokiról szól. Ami Loki. Tehát legyen bögre, sál minden. Karkötő, minden. Ez minden csak a Loki. Mellette megvan az összes Loki könyvem, ami a DVSC-ről készült, ott fenn, és itt is lenne végig az összes Loki könyv megvan, sokba szerepelek én is, igen? Mint, igen, mint a tőrszurkoló. De a meccseken a B közébe ülsz? Nem. A családi lelátón? Családi lelátón, igen. És fixen megvan, hogy hol ülsz meccseken? Meg. Melyik a te széken? A 15. sor, 27-es szék. És az évtizedek óta? Évtizedek óta, igen. Tehát ha valaki jön és oda akar ülni, nem, akkor... Nem tudod ülni. Nem tudod ülni. Mert akkor már mondják többiek, hogy hát jön az Imre, ne bolondozzál. Ez rang? Igen. A feleségem is mellettem soha barátok, úgyhogy... Ez hogyan alakult? Tehát először te egyedül mentél, és aztán csatlakozott hozzá? Először egyedül jártam, és akkor a külföldi meccseket kezdtük el, hogy megyünk mindig egy pár napra ki,
és akkor hát őnek itthon kellett maradni, és akkor mondta meg, hát jöjjön velünk, hát az a legegyszerűbb, hát a busszal megyünk, hát elférő is. És akkor így elkezdte, ő is járt velünk, és akkor egyértelműen így alakult ki az, hogy Debrecenben is minden meccsen ott van. De akkor de nagyon ügyes vagy, ha sikerült a feleségeddel megszerettetni a szenvedélyedet, hát ez a titka mindennek. Hát igen. Mert ugye most akkor ő nem azt mondja, hogy na hát ez csak porfogó, hanem megy veled minden meccsre. Ő is nagyon szereti a Lokit, úgyhogy sőt, sokszor mondom azt, hogy jobban is szurkol, hogy délben. Én tudomásul veszem, hogy a rosszul játszanak, ő bosszankodik. Ő egyértelműen úgy érzi, hogy a csapatnak mindig győzni kell. Hogy alakult, hogy hát itt van Imre, akinek szenvedélye a labdarúgás, de általában úgy szokott lenni, hogy a hölgyek ezt úgymond eltűrik ezeket a szenvedélyeket. Hát ön ugyanolyan szenvedélyes szurkoló lett, mint Imre. Hogy történt ez? Mi jöttek a külföldi meccsek, amikor Imre elment egy hétre, nem több napra, és akkor egyedül maradtam itthon is. Végül is ő találta ki, hogy befizet engem is a útra, és hogy menjek. Melyik volt az első? Az első a Szaloniki. Tehát Szalonikiban. Voltunk egy hétig. Csodálatos élmény volt, és aztán nem tudott itt hagyni, úgyhogy mindig mentem. Most azt hallom, hogy oda jutottunk, hogy Imrénél is hangosabban szurkol a meccseken a Lokinak. Igen, nagyon izgulok. És akkor most milyen érzés az, hogy hát ugye nem is olyan régen a csapat búcsúzott az első osztályban. Nagyon szomorúk voltunk, de sajnos... Megsirattad? Hát, hanem is sírtunk, de nagyon szomorúk voltunk, úgyhogy egyértelműen nagyon fájt, hogy ennyi bajnoki cím után, kupagyőzelem után is kiesik a Loki, úgyhogy nagyon-nagyon rossz érzés. De mész a MB2-es meccsre? Megyünk minden meccsre, igen. Minden meccsre nem vagyunk. Úgy hallottam, volt olyan év, amikor minden bajnoki meccsen ott volt, tehát vendégként is? Több évtized, igen. Ez hihetetlen. Minden egyes hétvégén meccsen voltunk. Mi azt mondtuk, hogy akár MB2, akárhol kerül a Logi, akkor is oda fogunk. Akkor is elmennél a meccsekre, hogyha mondjuk megyébe játszanak? Megyünk. Hát ezt mindenképpen meg kell magyarázni, hogy mit látunk itt a Földön. Itt Debrecenben volt egy nagyon-nagyon csodálatos stadion, amit úgy hívtak, hogy Vágóhíd utcai stadion. Ott játszott a nagy Loki abban az időben, MB2-ben. És ez a két labda a tribünnel feljáró oldalán ott volt egy ilyen gyönyörű szép oszlopon, és volt egy szobor a szoborparkban, ott egy kis erdőben, és egy hatalmas nagy rész szobor volt, és sajnos ennyi maradt belőle. Voltak, hogy menjek, ha el akarom hozni, akkor nézem meg, hogy el tudom-e hozni, és akkor kimentem, de a szobor már csak ennyi maradt belőle. De akkor az enyészeté lett volna. Enyészeté, úgyhogy vitték elfele. Te akkor vitték csákán? Csákán, igen, szépen lebontottam. Ezt meg is tudjuk mutatni. Így nézett ki. Imre, itt látok érmeket, ott egy aranyérem például. Hát ez a 2009-2010-es év aranyérme, amit én is kaptam. Na de hogy van ez? Hát úgy, hogy szokták mondani, közelül a tűzhöz. Mert ez is a megtiszteltetés, tehát amikor a csapat megkapta az aranyérmeket, akkor eleve úgy készültek, hogy Olá Imrének is üssenek. Kaptam egyet, igen. Vagy itt van a Liga Kupa mérkőzésekről, amikor bronzérmesek lettek, ott is van egy aranyérem. De hát bárkivel játszatok, te ott leszel. Ott leszek, én biztos. 15. sor, 27-es szék, amíg világ a világ, Olá Imre ott lesz. Gratulálok el. Köszönöm szépen. A filmek megnézve sokan biztosan csodabogárnak tartják Imrét, hogy miért kellett feláldozni az egyik szobáját a múzeumnak. Én pedig azt mondom, hogy Imre tudja sokakkal ellentétben a titkot. Szenvedély nélkül lehet élni, de minek? Salendre tudósította a Mandiner Debrecenből.